Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves elnök úr, tisztelt főigazgató urak! Nagy öröm számomra mindig egy olyan konferencián részt venni, ahol Fodor Pál főigazgató úr tartja az egyik megnyitó beszédet, mert ő mindig nagyon lelkiismeretesen és alaposan fölkészül az adott témából. És ez a nagy öröm, ez máig tartott, mert a felkészülésnek az lett az eredmény, hogy egy csomó olyan dologról is beszélt, amiről én is szerettem volna beszélni. Úgyhogy bízom benne, hogy ennek köszönhetően a 20 percet tartani fogom tudni. Az előadásom, ahogy látszott is, azzal kíván foglalkozni, hogy az első világháborús magyarországi propaganda néhány jellegzetességéről szóljon. Ez nem teljes körű, mindent átfogó igényű előadás tehát, hanem csak néhány gondolatot szeretnék fölvetni. Először is talán azzal kezdhetnénk, hogy nézzük meg, hogy mit értünk az alatt, hogy propaganda, hiszen ez a szó a mi fülünkben talán a 20. századi diktatúrákat követően egy negatívan csengő fogalom. És a propaganda alatt általában valami olyasmit értünk, vagy talán inkább érzünk, hogy a hatalom le akarja nyomni az emberek torkán azt, amit ő akar, amit rá akar kényszeríteni valamit az emberekre. Ha azonban megnézzünk 19. század végi vagy 20. század elejé magyar vagy idegen nyelvű enciklopédiákat és lexikonokat, akkor a propaganda címszó kapcsán semmi ilyesmi negatív dolog nincsen, és az egésznek egyrészt egy etimologizáló magyarázata van, ugye a latin propagare szóra utalnak, másrészt mindig megemlítik a Propaganda Fide intézményét, a katolikus ellenreformáció egyik központi alkotását, és arra utalnak, hogy tulajdonképpen az egész nem más, mint az eszmék tervszerű terjesztése, tudatos tervszerű terjesztése, valamilyen gondolatnak, eszmének, ügynek a propagálása, ugye ez a szó a magyar nyelvbe is, mint ilyen belekerült. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük mondjuk a Révai nagy lexikonának már az első világháború után megjelent vonatkozó kötetét, akkor a propaganda címszó tízszeresére duzzad, és a növekmény elsősorban a világháborúval kapcsolatos tapasztalatokról szól. Azt összegzi, hogy az első világháborúban, illetve ez mellékszál, de nagyon jellemző, a tanácsköztársaság és a bolsevik diktatúra alatt, ahogy ők fogalmaznak, a propagandát hogyan használják és mire való ebben a modern világban. Egy nem különösebben idézett, ám de nagyon fontos személytől láthatnak két német idézetet a dián, amely idézetek arra mutatnak rá, hogy a propagandát a központi hatalmak ugyan nem alkalmazták elég jól, ezzel szemben az ellenfél, különösképpen is a britek, annál inkább, és a háborús győzelemhez, az Antant háborús győzelméhez a propaganda nagymértékben hozzájárult. Nem húzom tovább az idegeket, elárulom, hogy Adolf Hitlertől származik ez az idézet, aki a Mein Kampfban elég hosszan ír arról, hogy mi a jelentősége a propagandának, hogyan kell a saját mozgalma érdekében a propagandát felhasználni, és nagymértékben egyrészt a szocialista pártok propagandájáról, pártpolitikai propagandájáról, másrészt pedig a britek első világháborús és által nagyon sikeresnek, eredményesnek látott propagandájáról beszél, mint előképről. Visszatérve a Révai nagy lexikon megközelítésére, ez a már a világháború tapasztalatait összegző szócikk a propagandát részletesen elemezve politikai, kultúr és kereskedelmi propagandáról szól. Egyfelől, másrészt pedig arról értekezik, hogy van állami propaganda és társadalmi propaganda. Mindegyik fogalom az előadásomban, ha csak érintőlegesen is, de elő fog kerülni. A hatalom és a nép mesterséges, erőltetett szembeállítása a propaganda kérdésköre kapcsán az én megítélésem szerint, és az előadásomban majd erre szeretnék több példát felhozni, nem alkalmazható teljes mértékben az első világháborús magyarországi propagandára. Természetesen igaz, hogy egy népszerűtlen, a tömegek által nehezen elfogadható eszmét vagy ügyet erőteljesebb, szakszerűbb, profibb eszközökkel kell terjeszteni, de azt fogjuk látni, hogy az első világháború, mint az első modern és első totális háború, a háború résztvevőinek nagy száma miatt ezt nem feltétlenül igényelte. Magyarán a propaganda éppen a háború totalitása miatt nem csak a hatalom propagandája volt, hanem abban a társadalom igen jelentős számú és meglehetősen különböző elemei is aktívan, vagy legalábbis passzívan részt vettek.
A másik kérdés az lehetne, hogyha a propagandát egy kicsit körbejártuk, hogy mit értünk azon, hogy háborús propaganda, hiszen a háború lehet-e egy eszme? A háborút, mint olyat lehet-e egy olyan eszmének, ügynek, gondolatnak tartani, mint mondjuk a katolikus hit propagandája, amikor nyilvánvalóan akár dogmatikusan is összefoglalható, hogy minek a terjesztéséről, minek a népszerűsítéséről van szó, de a háború az akkor micsoda? Az, hogy öldököljünk? Nyilván nem csak erről szól, hanem ez egy nagyon tág és nagyon sok leágazással rendelkező fogalom, ilyen értelemben talán eszme. Például az, hogy harcoljunk, tartsunk ki, ne csüggedjünk, vegyünk részt az áldozathozatalban, viseljük el a háború ránk mérte nehézségeit, maradjunk hűségesek a királyhoz, az államhoz, a hazához, a hatalomhoz, és így tovább, és így tovább. Ezek mind együttesen adják ki azt, amit a háborús, mondjuk így eszmének tarthatunk. És innentől kezdve mondhatunk egy ilyen kísérleti definíciót, hogy a háborús propaganda az minden olyan tevékenység, amely ezeknek a gondolatoknak, eszméknek, célkitűzéseknek a nyilvánosan mások meggyőzésére is irányuló módon történő terjesztését jelenti. De akkor fölmerül persze a kérdés, hogy ha van valaki, aki ezeket az eszméket és célokat akár aktívan, akár csak, mint majd látni fogjuk, egyfajta passzív együttműködéssel támogatja, akkor ő már is szintén a háborús propaganda gépezetnek az egy eleme? Ő is már propagandista? Mert ha igen, akkor akár Magyarországon, akár a háborúzó Európa összes országában százezrek és milliók voltak propagandisták, vagy ahogy a Fodor Pál főigazgató úr által is emlegetett fogalmat használhatjuk, egy önmobilizálásról, egy önpropagandáról is volt itt szó. A háború tehát az hatalom és az állampolgár viszonyát újszerűen a propaganda nagy szervezési keretei között egészen újszerűen fogalmazza át. A totális háború ebben az értelemben tehát azt is jelenti, hogy a háborúnak nem csak a széles tömegeknek a katonai részvételében, a milliós tömegeknek az egyenruhába bújtatásában és a frontra kivitelében látszik a totalitása, hanem abban is, hogy az egész társadalom, vagy minden korábbinál nagyobb társadalmi rétegek és csoportok aktív szerepvállalását és háborús áldozathozatalát követeli meg ez a modern és totális háború. A propagandára is igaz ez, ha nem is olyan mértékben, mint egy totális diktatúra esetében a 20. században, mert nem feltétlenül igaz az a magyarországi első világháborús propaganda jelenségeinek tanulmányozását követően mondhatjuk, hogy a háborús eszme előbb emlegetett gondolatkörét mindenkinek aktívan kellett támogatni. Nem várták el, hogy az egyszerű parasztemberek a faluban háborús nótákat énekeljenek, és büntetés járt volna azért, ha valaki ezt elmulasztotta. Ugyanakkor a passzív hozzáállás, a lojalitás, a háborús propagandával való nyílt szembeállás elmaradása az alapkövetelmény volt. Aki a háború ügyével szembe helyezkedett, az defetista volt, szabotőr volt, áruló volt, hazaáruló volt, tehát ezt nem lehetett megtenni. Ilyen értelemben az első világháború propagandája és általában a totális háború egy olyan helyzetet teremtett, amikor bizonyos értelemben, ahogy így is fogalmazott, mindenki szem volt a láncban, hiszen mindenkinek részt kellett venni a háború ügyében, a háború ügyének támogatásában. Visszatérve az előző kérdésre, kik tehát akkor a propagandisták? Nyilvánvalóan a dolognak több szintje van, és több felől megközelíthető a kérdés. Van egy hivatalos, állami, vezetői, irányítói, központi propaganda gépezet, akik elgondolják a fő üzeneteket, megtervezik a propaganda legfőbb eszközeit és gondolatmenetét. Ez a politikai és katonai vezetés, illetve annak erre szakosodott szervezetei. Ugyanakkor viszont, ahogy a Révai Lexikonban is olvashattuk, társadalmi propagandáról is beszélhetünk, tehát a civil lakosságnak, akár a hátországnak vannak olyan csoportjai, akik akár az önkéntes lelkesedéstől fűtve, akár a kényszerű együttműködés miatt, de aktívan maguk is propagandát folytatnak, maguk is népszerűsítik, fenntartják a háborús lelkesedés ügyét. Ilyen
Tildát legtöbbet persze az 1914 nyári háborús lelkesedésnél tapasztalunk, amikor is az európai hadviselő országok legnagyobb többségében tömeghisztéria alakul ki szinte, és a városokban tüntetések alakulnak ki ilyen a háború jelszóval, még ha azért is írtam így a diára, ez messze nem tekinthető általánosnak, és a vidéki lakosságra, vagy az újságolvasástól, politikától távolabb lévő, alacsonyabb kulturáltságú és információktól inkább elzárt rétegekre egy sokkal józanabb és életszerűbb felfogás jellemző, de mégis a nyilvánosságot meghatározó városi, urbanizált, kulturált és középosztálybeli társadalomban minden háborús országban kimutatható ez az általános lelkesedés, amely tulajdonképpen mindenféle állami elvárás vagy ösztönzés nélkül maga gerjeszt egyfajta háborús propagandát. A háború elhúzódása során ennek a helyébe lép egyfajta háborús hazafiság, egyfajta olyan felelősnek gondolt állampolgári hazafiúi magatartás, vagy honleányi magatartás, amely az áldozatvállalást hazafias és honleányi kötelességnek tekinti, és erre persze azután az állam, a hadvezetés kialakítja azokat a szervezett kereteket, amellyel vissza is igazolja ezeket az áldozatvállásokat és erőfeszítéseket. Erről néhány gondolatot még később szeretnék mondani. Ennek a későbbiekben kialakulnak további gondolatmenetei is. Meg kell nyernünk a jogos harcot, hiszen minket atrocitásért, minket megtámadtak, és ezért csak védekezünk. Győznünk kell azért, mert az ellenség minket meg akar semmisíteni, a háborúnak a célja a túlélés. Győznünk kell azért, mert ezt a rettenetes háborút már be kellene fejezni, de csak akkor lesz béke, ha megnyerjük a háborút, és egyszerűen harcolnunk kell, ki kell tartanunk, mert egyszerűen nincs más lehetőségünk, mert muszáj. Ezek a kiábrándulásnak, az elkedvetlenedésnek a bizonyos fázisai, de végeredményben mindegyik magatartásforma hozzájárulhat a háborús propaganda továbbviteléhez. A propagandának más típusai is megfigyelhetők azonban az első világháború kapcsán, így a kereskedelmi propagandáról is beszélhetünk, mondjuk így a kapitalisták üzleti érdekből is folytatnak propagandát, de ez már rögtön látszik, hogy csak abban az esetben lehet eredményes, ha van egy olyan társadalmi közeg, amely ezekre az üzenetekre, ezekre a háborús, mondjuk így hazafias jelszavakra, vagy tárgyakra, vagy üzenetekre vevő a szó konkrét értelmében is. Van piaca a háborús propaganda tárgyainak. És itt megint a szervezettség lassú kialakulását is megemlíthetjük, ahogy ez a tevékenység profitszerzésre alkalmas, úgy másfelől be lehet csatornázni az így megmozgatott lakossági pénzeket a háborús célok, jótékonyság, újrafelfegyverzés és egyebek érdekében. És egy harmadik típusként említhetjük a művészeknek, az értelmiségnek a háborús propagandában való jó részt kényszerű, vagy érdekből és kényszerből való együttműködését, részvételét. Itt különösen sokat vizsgálták az ausztrák-magyar hadseregnek az úgynevezett sajtó főadiszállását, amely kifejezetten az írókat, újságírókat, képzőművészeket egy különleges, speciális egységbe sorozva a frontról tudósításokat, képzőművészeti alkotásokat ennek a keretei között készítettek. És készítettek olyanok is, akikről egyébként nyilvánvaló, hogy a háborút, mint olyat, ellenezték. A meggyőződésük alapvetően pacifista volt, de itt a dolog két irányúvá válik. Ha nem vállalják el ezeket a feladatokat, akkor egyszerű katonaként a frontra kerülnek, nyilvánvalóan sokkal nagyobb eséllyel arra, hogy megsebesülnek vagy meghalnak. Másrészt pedig ez a fajta cenzúrázott és irányított művészet, mint tipikus művészeti propaganda az első világháborúban, még mindig ad bizonyos kiskapukat, még mindig ad bizonyos egyéb lehetőségeket ezeknek a művészeknek, nem totálisan ellenőrzik ezeket a tevékenységeket, inkább úgy mondhatnánk, hogy volt bizonyos penzum, bizonyos kötelezettség, hetente kellett két rajzot készíteni, vagy havonta egy festményt, amit aztán a megszervezett hadi kiállítások során a publikumnak megmutogattak, meg lehetett vásárolni, ezzel is lehetett lelkesíteni a hátramaradottakat, de egyébként, hogy ki miket rajzolgatott, vagy a maga noteszében milyen adott esetben a háború szörnyűségeit és
a háborúval kapcsolatos negatív érzéseit rögzítette, azt nem ellenőrizték. Tehát ilyen értelemben a 20. századi későbbi diktatúráknak a totalitása itt még nem érvényesül. Mégis úgy gondolom, hogy itt a 20. század értelmiségieinek a nagy erkölcsi dilemmái már megjelennek. Együttműködhetek-e egy olyan hatalommal, amelynek az alapvető célkitűzéseivel nem tudok azonosulni, másfelől viszont a hatalom bír akkora hatalommal fölöttem, hogyha ezt nem teszem meg, akkor súlyos retorziókat vagyok kénytelen elszenvedni. Átlevő kevés időben csak felvillantani szeretnék a propagandának, első világháborús magyarországi propagandának néhány konkrét formáját, amik reményeim szerint rávilágítanak arra, hogy az eddig előbb elmondottak alapján ez egy nagyon sokszínű és komplex jelenség. A legismertebb és leggyakrabban, legkönnyebben vizsgált propaganda típus a szöveges propaganda, a sajtócikkek, brossúrák, adott esetben szónoklatok, beszédek, de akár színházi előadások is jól nyomon követhetők, kinyomtatott formában, adott esetben ezek ma is könnyen elemezhetők. Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a háborús információ éhséget, az otthon maradottaknak a hír igényét is ki kellett szolgálni, és ez egyfelől egy teljesen természetes dolog, másfelől viszont a cenzúra ezeket a híreket, információkat nagymértékben szűrte. Itt néhány az Országos Széchenyi Könyvtár plakát és apró nyomtatvány tárában található plakátot mutatnék meg az Uránia korabeli műsorairól. Látható itt néhány plakát, ami jelzi, hogy egyrészt van egy információigény, mi történt a fronton, mi is ez a Dardanelláknál folyó csata, milyen is orosz hadifogságba esni. Másrészt nyilvánvaló, hogy az elhangzottak jól beleillettek a háborús lelkesedés, a háború tovább folytatásának az igényébe. A propagandának más formái is voltak azonban, például a közterek átnevezése, aki játszott kapitalit, például ott a Vilmos császár útja egy közepesen értékes ingatlan volt, az első világháború alatt lett Vilmos császár útja, az a bizonyos út Budapesten, de ünnepélyeket háborús győzelmek alkalmával is gyakran szerveztek, föllobogozták a városházát, díszkivilágítást rendeztek, ez is a lelkesedés továbbítását szolgálta, sőt az akkori közoktatási rendszerben az egyes iskolák, vagy legalábbis szűkebb helyi oktatási irányítás döntött arról, hogy mik legyenek érettségi dolgozattémák. Ezeknek a vizsgálatából is látszik, hogy a háborús tematika megjelenik és tömegesíti a háborús gondolatokat, sőt a gyermekek, a kisgyermekek számára is készülnek nem csak általános játékkatonák, hanem aktualizált játékok, amelyek akár társasjátékok, akár képregények, amelyek a háborút konkrét valóságában, az ellenséggel szembeni kitartás gondolatával egészítik ki. És természetesen megint egy népszerű és jól kutatható téma a képeslapoknak, illetve a karikatúráknak a példája. Ez utóbbiakból egy nagyon jellemzőt mutatok csak, azért, mert ez nagyon pontosan követi a finom üzenetét a hatalomnak. Ugye az egy kis nyúl és egy nagy medve látható a kép két szélén, középen az osztrák-magyar baka, a bölcs vadász névre hallgatva, aki azt mondja a nyúlnak, hogy csak légy egész nyugodt, nyulacskám, megkapod te is a magadét, csak előbb ezzel a bestiával végzek. Ugye abba kellett hagyni a Szerbia elleni offenzívát, mert jött az orosz támadás, ezt a kényszerű hadi helyzetet képezi le ez a kép. A propagandának további formái vannak, ilyenek például a reklámok, a plakátok, amiről Katona Anikó fog gondolom beszélni, illetve az áldozat készségnek, mondjuk a hadikölcsönjegyzésnek vagy egyéb formáknak a látható jelvényei. Ilyen például a Gold für Eisen akció, amikor is, mint ismeretes, ékszereket, jegygyűrűket adtak oda, és helyette cserébe kaptak egy vasgyűrűt, itt egy német látható, de ennek van magyar változata is, Pro Patria feliratú vasgyűrű, amit viseltek, ami innentől kezdve már megint propaganda, hiszen ha valaki meglátja a másiknak az ujján, akkor az jelzi, hogy ő egy hazafias ember, ő támogatja a háborút, és ezért anyagi áldozatokat is vállal. Csak egy nagyon rövid kiegészítésként jelezném, hogy ez nem újdonság, sem Európában, sem Magyarországon nem ez az első példa. Ferma Robert kedvéért mutatom elsősorban ezt a családi erekjét, amely egy 1849-es hasonló típusú propaganda karperec,
a régi, többé-kevésbé betiltott Kossuth pénzügyminiszteri érméinek a hordása emlékeztet a nemzeti áldozatkészségre. Egyéb példákat is mondhatnék, most már csak nagyon gyorsan felvetíteni a képeket. Kitűzőkről is beszélhetünk, amiket kereskedelmi forgalomban árultak. Itt egy Isten büntesd meg Angliát jellemző, hogy erre az volt a válasz, hogy er strafe ez, tehát megbünteti, nem kell félni. A szövetségesek közötti együttműködés szimbolikusan mutató kis példát, vagy a bélyegeket, amelyek az angolokhoz és a franciákhoz, vagy a németekhez képest kevésbé, de azért a háborús tematikát megmutatják, és hát ha valami, akkor a postabélyeg a képeslaphoz hasonlóan tényleg tömegesen juttat el vizuális eszközöket. Röviden összegezve tehát mindazt, amit igyekeztem elmondani, az a meglátásom, hogy a világháborús propaganda egy nagyon komplex és modern jelenség, amelyet a különböző megközelítésmódokkal, a különböző résztvevőkkel, a különböző típusokkal együttesen, és ezeknek a típusoknak a külön-külön való alapos vizsgálatával lehet csak megérteni. A leegyszerűsítések nem segítenek a dolog megértésében. A világháború propagandájában maximálisan érvényesül, hogy ez egy modern és totális háború volt. És az is látszik, hogy bár természetesen a világháború az elitek által irányított tömegháború volt, de az elitek nem tudták volna ezt a háborút olyan hosszan folytatni, ha a tömegek jelentős része, nyilván egyre csekélyebb arányban, de ne lett volna aktív támogatója a háborús ügynek, vagyis összegezve azt mondhatjuk, hogy a háború mindannyiunk ügye volt, és a megemlékezés során azt gondolom, hogy elsősorban erre kell törekedni, hogy ezt értsük meg és értessük meg. Köszönöm szépen a figyelmüket!